Képzeld, sose láttam. Mi áll? Nem, telefonon beszéltünk. Telefonos banki ügyfélszolgálat. Nem létezik? De bizony, hogy létezik. Dumcsi, Dumcsi, megbeszéltük ezt a randit. Akkor hogy lehet, hogy velem csak az automata beszél? Kinek a pap, kinek a papné? Bele bugja a fülembe. Kívánja, hogy számba vegyem a rendelkezésre álló tőkét. Fú! Derecské már hetedik éve rendezünk színházi évadokat. Ez a 2016-os év, ami azt bizonyítja számunkra, hogy érdemes csinálni, hiszen ez már a harmadik előadás, ami teltházzal működik, úgyhogy ez abban erősít meg bennünket, hogy csinálni kell, és igenis az évek alatt felnőtt egy olyan réteg, akik igénylik a színházat, és ez nem csak a Derecskére vonatkozik, hiszen a derecskei vendégek mellett már igen szémszámmal érkeznek a járásunkból is, ami majd most bizonyítja az esti teltház is, hiszen ez a mai előadás is igen népszerű a kedves vendégek között, már két hete elfogyott az összes jegy, és úgy látom, hogy a következő adásra is, ami majd februárban lesz, igen szémszámmal fogynak a jegyek. Valószínű köszönhető ez annak is, hogy ebben az évben is megkérdeztük a lakosságot, illetve természetesen a vendégeket, hogy milyen darabok is érdeklik őket, és ebben az évben abszolút arra fókuszáltunk, hogy amit a kedves vendégek megjelöltek, hogy szeretnék, hogy Derecskén legyen, azt mi el is hoztuk. Elsősorban vígjátékok szerepelnek, zenés darabok, vannak nagyon közkedveltek, mint például a Sziget Színháznak az állandó jelenléte, de a Fogi Színháza is, ami majd februárban látható, az is mindig nagyon népszerű, hiszen olyan szereplőket hoznak, mint Straub Dezső, vagy Beleznai Endre, őt is nagyon szereti a derecskei közönség. Idén egy igaz, hogy szép irodalmi mű, a Lilionfi, de ez is abszolút populáris volt, és mindenki kedvence, szerintem mindenki látta már, és most egy másfajta felfogásba láthatjuk, de a vígjátékot láthatják majd március 31-én. Ez lesz a záró előadás a derecskei évadnak. 5 előadást szoktunk, ezt általában bérletben kezeljük, így sokkal kedvezményesebb is a jegyárak, ezt sokan ki is használják, szerencsére egyre többen, és általában úgy szokott lenni, tehát amikor elindul az őszi szezon, akkor indítjuk, és ez egészen tavaszig szokott elhúzódni, tehát 5 hónapot vesz igénybe a vendégek részéről. Fedezi a jegybevétel a programsorozat költségeit? Valószínűleg nem, ugye? Igen, ez nem nagyon sikerült sajnos az előző években. Én most látom a reményt arra, hogy ez a 3 teltházas előadás már vissza fogja hozni. Nagyon bízunk benne, és ez ad erőt ahhoz, hogy igen, ilyen előadások kellenek, hogy érdekelje a közönséget, és akkor valószínű, hogy ez meg is fogja érni. Szerencsére mindig van megtakarításunk, és akkor azt abból szoktuk finanszírozni a maradványból. Van külön szervező stábja az intézményen belül a programsorozatnak? Igen, természetesen, ez elég nagy összmunka, hiszen akik plakátolnak, szórólapoznak, plakátokat szerkesztenek, azok is abszolút beletartoznak, illetve tehát egy teljes személyzete van, ami persze a Művelődési Központ kollégái. Eddig a szervezéseket én csináltam, de most már van egy segítség is, aki abszolút ezzel foglalkozik, és azt hiszem, hogy megéri, hogy tényleg van egy biztos ember, aki megy utána, csinálja a marketinget. Tehát ennek, én azt mondom, hogy ebben az évben ennek köszönhetjük elsősorban ezt a nagy sikert, hogy tényleg egy ember csak ezt csinálja és megy utána. A nevem Németi Norbert is. Néhány hónapja én foglalkozom a Derecskei Művelődési Ház színházi életének az összeállításával, ha fogalmazhatok így. Nagy örömmel töltött el, amikor Tálas Csilla felkért arra, hogy én legyek az, aki az estékre a marketinget, illetve a reklámanyagot összeszedi, illetve nem utolsó sorban megtöltsem a házat, ugye hát ez lenne a lényeg. A Derecskei Művelődési Ház nagyon régóta szeretné a derecskeiek színház igényeit is kielégíteni, ezért is hozta létre a téli és a nyári színházi esték sorozatot is. A 2015-16-os téli színházi esték sorozata október 29-én kezdődött. Én ezután csatlakoztam a csapathoz, és akkor vettem át gyakorlatilag a második előadástól ezeknek az előadásoknak, ezeknek a színházi estéknek a szervezését. Hál' Istennek teltházzal megy minden előadás.
Az Estére szabad a kecő című ma este látható előadás az első olyan, amiben gyakorlatilag már hetekkel ezelőtt, már december közepén nem lehetett jegyet kapni. Ennek sokan örültek, sokan kevésbé örültek, ugye, akik utolsó pillanatra hagyták a jegyvásárlást. Viszont nagy örömmel tölt el minket, hogy ekkora az érdeklődés ezekre az estékre. Igazából ugye a szervezési része az mindig hónapokkal, sőt egy fél évvel előtte már elkezdődik, és megpróbáljuk azokat az előadásokat megtalálni, ami minden igényt ki tud elégíteni. Értelemszerűen a könnyebb darabokat, illetve a zenés darabokat szokták jobban kedvelni, de próbálunk a paletta minden részéről válogatni. Elég régóta foglalkozom szervezéssel, és jó néhány éve már színházi szervezéssel is, nekem az előéletemben is azért szerepelnek párciumi, illetve magyarországi színházak is. Sokkal jobban szeretem a külső szervezői munkákat, ugye ahol megválaszthatja az ember, hogy milyen előadásokkal foglalkozik. Egy színháznál ez kicsit nehezebb, mert ugye a teljes repertoárt reklámozni kell. Itt Derecskén a könnyedebb műfaj miatt azt hiszem, hogy az emberek könnyebben bejönnek a színházi estékre. A ma esti előadás, az Estére szabad a kecő című előadás, azt hiszem, hogy a december közepén eladott utolsó jegyből is, tehát hogy az, hogy ilyen hamar sikerült eladjuk az összes jegyet, azt tükrözi, hogy az egyik legjobb előadásról van szó az öt közül, amit idén télen a Derecskeiek számára biztosítani tudunk. Szeretnénk olyan előadásokat mutatni, ami húzó nevekkel van tele, és akár a tévéből, vagy a budapesti színpadokról ismert művészekkel van telítűzdelve. Azt hiszem, hogy a teljesség igénye nélkül Hujber Ferenc vagy Gesztesi Károly neve mindenképpen biztosíték arra, hogy jól fognak szórakozni ma is a Derecskeiek. Óriási különbség van. Sokkal nagyobb a szeretet vidéken, és sokkal jobban értik is. Pesten már egy kicsit ki vannak égve, inkább úgy is mondanám, hogy jól vannak lakva, nem tudom, hogy jó kifejezni. Szóval sokszor érzi azt az ember, hogy sokkal jobban meg kell küzdeni egy pesti közönség szeretetért, mint itt vidéken, és semmiképpen sem azért, mert itt mondjuk könnyű eladni a rosszat is, nem. Egész egyszerűen azért, mert egész másképpen reagálnak, sokkal tisztábban és nyitottabban. Sokkal jobban élvezzük a színjátékot akkor, amikor vidékre megyünk, megmondom őszintén. Ma este mit kaptak a Derecskeiek? Hát én remélem, hogy felhőtlen szórakozást. Na, szerintem most jó formában vagyunk, úgyhogy abszolút. Szerintem jó lesz. Őszintén remélem. Ha a tegnapiból indulunk ki, akkor jó lesz. Tegnap a Belvárosi Színházban játszottunk, és bár pesti közönség előtt, de mégis óriási siker volt, hogy remélem, hogy ezt meg tudjuk fejelni még ma is. Én azt mondom, hogy csak ennek van létjogosultsága, csak ennek, csak a vidéki fellépéseknek. Én Pesten megmondom, hogy már nem is szeretek játszani. De egészen nem tudom, tehát tényleg ilyen kiégett, ilyen, már nem is tudom, miket kell kitalálni, hogy az embernek jó legyen. Én jobb szeretem a tisztább dolgokat, tehát nekem ez egyenesebb, tisztább és sokkal. Tehát ha még a pályán vagyok, akkor inkább azért vagyok, mert jöhetek vidékre játszani. Mindig szoktam mondani, én nem tudok másképp játszani, csak ahogy tudok játszani. Tehát ha felkérnek bármikor egy jótékonysági helyre, még jobban izgulok, mint hogyha ha másik előadásra hívnak. Tehát, hogy mondjam, ez mindig élmény, mert az embert egy kis meghatottság éri. Először is élmény személy szerint, hogy az embernek vannak saját tapasztalatai, hogy például itt, mikor jöttünk, a szívem megszakadt, hogy hallottam, hogy énekeltek, és hát nagyon reménykedem, hogy néptánc is van. Úgyhogy olyan jó volt ez az érzés, hogy Istenem, hogy azért megy tovább generációkon keresztül a mi kultúránk, a mi hagyományaink. És ez például, ezt nem mindig kapja az ember, hogy ebbe belelásson, belenézzen, de ez mindig egy megnyugtató érzés. Az pedig, hogy ez egy bevett szokás külföldön is. Értem ez alatt Franciaországot, például a Kevin Spacey most csinál egy túrt Franciaországban, Shakespeare előadásokat angolul ő maga rendezte, és végig mennek Franciaországon. Tehát komoly nagy színészek is játszanak
színházakban, tehát ez nem egy újdonság. Itt a közönség inkább a színháznak a vígjáték oldalát várja, a nevetést, a felhőtlen szórakozást. Lenne létjogosultsága a komoly utazó színháznak is vajon? Én egyet tudok, hogy mostanában úgy érzem, hogy ahogy én magam is, hogy az ember dolgozik, annyi mindent lehet már a tévécsatornákon is látni. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó érzés, amikor egy vidám, felszabadult este van, amikor nevetünk. Tehát olyan, ugye keressük azokat az embereknek a társaságát, akikkel lehet nevetni, nem? Tehát nem a saját életünkben is így vagyunk vele. És hogy egy ilyen csodálatos csapat állt össze, hogy egymást is nagyon kedveljük, és ez látszik az előadáson, nagyon szeretjük a darabot. Egyébként el kell mondanom, hogy szakmailag nagyon igényes ez a darab. Tehát én, mikor először olvastam, akkor az első felvonás után azon gondolkodtam, hogy szakmailag, és tényleg nem nagyzolva mondom, hogy tanultam forgatókönyvírást, ugye rendeztem mi egymást, tehát külső szemmel is próbálja az ember nézni. Azon gondolkodtam, hogy na, ez a két ember mit tud, mert két egyébként színész volt az egyik író, és a másik pedig forgatókönyveket írt Angliában, sorozatban, és utána pedig Amerikában. Tehát ők nagyon föl voltak készülve ezzel a darabbal, utána utaztak vele, és akkor még mindig javítgattak, hogy a közönség hogy reagált. Tehát ennek megfelelően, és olvasás közben azon gondolkodtam, hogy mit tudnak még fokozni a második felvonásban. Na, tudtak. Tehát ez egy svájci óra. Én megmondom őszintén, hogy vígjátékban, hát persze ugye a Beaumont, Shakespeare, Figaro, meg és a többi Molière, tehát tudjuk, hogy fantasztikusak, de a mai kornak ez egy olyan csemegé ez a darab, szakmailag is. Tehát olyan igényes, annyira kipróbált, odafigyelt, mint maguk korában mondjuk egy Goldoni, vagy egy Shakespeare. Vagyis itt a Tereskei Czóbál Béla kiállítás szomszédságában ismét egy minőségi dolgot kapnak. Igen, igen. Még egy személyes dolgot szeretnék előhozni. A Magyar Kultúra napján volt az eredmény hirdetése annak a több hónapos Derecskei ilyen városi versenynek, ahol majdnem 3000 szavazat érkezett. Derecske legkedvesebb magyar filmjét akarták megválasztani, illetve meg is választották, és ez ugyanaz Egri csillagok lett, de az Abigail benne volt az első háromban, ha jól emlékszem. Igen. Van, aki még tormázza a művésznőt? Hát persze, hogy ne, hát mindenki szerette, meg szereti. Itt is azt kell mondanom, hogy új fiatalok és generációk olvassák. Fiúk is egyébként. Van, amikor választani kell, akkor az Abigailt választják. Úgyhogy ez egy nagyon, ez a mi nemzeti kincsünkhöz tartozik most már. Az Abigail, én úgy gondolom, hogy nagyon kiállt az idő próbáját minőségben, hitben, szeretetben, szakmai igényességben. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Annak idején egyébként a nagykönyvben is így volt. Derecskén is. Ennek nyomán hozták le itt ezt. Igen. Nagyon fontos, hogy az ember megtalálja a közönséget, hogy hangot értsen vele. És ez bármi lehet, mert én mindig azt mondom, hogy ez olyan, hogy az ember a végét akarja látni, kvázi, hogy a közönséghez mi jut el. Tehát például, amikor mi olvasunk egy darabot, akkor én magam is közönség vagyok, és úgy olvasom, hogy ez hogy fog hatni. Tehát, hogy ez tetszik nekem, vagy nem tetszik nekem. Úgyhogy ez a legfontosabb cél, legalábbis amit mi kitűztünk, hogy jutunk el a közönséghez, és hogy mit adunk a közönségek tiszta szívvel, örömmel, és a találkozás, amikor tényleg vastapssal fogadnak, és szeretettel, akkor azt nem lehet megfizetni. Az a legelső, amikor a kollégánk kimegy, és mi még nem vagyunk bent, milyen a közönség, ugye? Ez miket ez érdekel, mert akkor tudjuk, hogy mennyire vagyunk fogékonyak, hogy tudunk dolgozni, úgyhogy ez mi a közönséggel és a közönségnek dolgozunk.
Jó derecskei közönséget. És nagyon nagy bánatom volt, mert kint voltam, sétáltam egy kicsit, és én ismerem Derecskét, én sokszor voltam itt, és hogy nem kaptak jegyet. Úgyhogy annyira bántott, hogy nem tudtam semmit segíteni ez ügyben. De ez a siker. Igen, igen. És hát hál' Istennek lekopogom idáig ez így volt, és csak valamit nagyon fontos, hogy a közönséggel közöljek, hogy a Belvárosi Színházban is játszok ezt a darabot. Rendszerességgel ott vagyunk, és mert ugye kérdezik, hogy most ott más, vagy nem más. Meg kell mondanom, hogy ugyanúgy reagál a közönség, ugyanúgy ott vagyunk mi is színészek, tehát nincs különbség. Nincs különbség. Úgy gondolom, ha egy előadás jó, az mindenhol megállja a helyét. Mi rendszeresen jár. Kérlek? Nem. Én most vagyok még másodszor, a lányok voltam. Hát én megmondom őszintén, jó. És a mai estétől mit tetszik? Hát jó szórakozást már. Megmondom őszintén, még a címét sem tudom, hogy mi a címe az előadásnak. Igen, a Húj Belferi. Ki lesz? Kíváncsiak lesz. Gesztesi Károly ismerős, mert nem van, de biztos, hogy nem lesz. Hát nagyon pozitív dolognak tartom, és tényleg mi Berekőfolgón jöttünk, de tudom azt, hogy a környező településekről is járnak ide, tehát nem csak a helybeliek. Kifejezetten erre az előadásra tetszettek most jönni? Nem bérletünk van, és az egész évadra is minden alkalommal, három fiatal emberrel, ha nem is mindig ők, de mindig jövünk. Voltam már beszéltem többször, szeretek ide járni, mert jó előadások vannak, és szerintem remélem, hogy most is jó lesz, és nevethetek jókat. Nekem azért jövök, hogy nevessek jót, meg ilyesmi, azért jövök. Meg lássam így a sztárokat, mert nem mindegyiket láttam még, és azért jöttem. Köszönöm szépen. Hát, mi voltatok a Nemerics? Hát itt még nem voltunk, igen. És... hát... mit vártok a másodikra? Hát, jót amúgy. Hát egy kis örömszerzést amúgy, valami ilyesmi. Hallottatok már egyébként róla, hogy milyenek ezek a színházak? Hát, hallottunk már róla, de még így nem voltam még ilyen előadásokon. Köszönöm szépen, jó szórakozást! Köszönjük szépen! Jó estét, megkérdezhetem, milyen érzés színházban jön a Derecskére? Nem tudom, még most vagyok először, majd kiderül. És mi volt a vonzóban? Én szeretek színházba járni, csak ritkán jutok el. És most helyben van, közel, ezért. Színházba hova? Csokonai színházba ritkán, igen. Most össze lehet lehetni, hogy milyen ott van, milyen itt. Köszönöm szépen. Többször is voltam. Jézusom. És milyen érzés ez, hogy Derecskére jár a színházba? Közel van, kényelmes, jó, és csoportosan jövünk, egy baráti egyesületben vagyok. És az előadások milyenek voltak eddig? Eddig elég vidámak. Akkor jó folytatást kívánok. Köszönöm szépen. Mióta színház van, itt Derecskén állandó bérletes vagyok. Sőt, legelső helyem a másik is van. Mit tetszik szólni hozzá? Jó. Tehát meg vagyok vele elégedve, műsorokkal, színészekkel, egy lelkerje, ilyen is, meg olyan is, a vártanat, az csak, hogy mindenki kedvére legyen mindenki. Jó szórakozást! Köszi! Nyugdíjasok, mit szólnak hozzá, hogy színházba járhatnak? Hát nagyon örülünk neki természetesen, alig vártuk már ezt a napot. Tavaly óta várjuk. Hát igen, mindegyiken itt voltunk még eddig, mindegyik előadáson, és hát a következőben is. Van olyan szívesen, legalább... amit szívesen néz az ember? Hát persze, igen. De szerintem nem csak az számít, hanem maga az előadás, meg az, hogy van egy ilyen lehetőség, és eljöhetünk. Először vagy itt színházban? Nem. Harmadjára. És hogy tetszett? Nagyon jó volt. És mit szólsz az egyenlőségek színházban? Igen, nagyon jó. Köszönjük.
lehetne fél percet. Nem kérdeztem, nem, hogy először tetszik Dereskén színházba jön? Nem. Nem? Rendszeresen. Jó ez, hogy Dereskén lehet színházba menni? Igen. Mit tettek látni? Nem is a darabokat, hanem jellegű előadás. Hát volt operett is, vígjáték is. Van kedvenc? A vígjátékot szeretem. Akkor ma este biztos jó lesz. Reméljük. Köszönöm szépen. Mutasd már meg nekem a színházba járó ruhádat, mert nem is nagyon szó. Hát ez egy nagyon jó érzés. És azt kívánom, hogy ezt tapasztalja meg az, aki csak teheti egy picit is. Nem szabad kiadni, mert ezek a színészek, ezek csodálatos, igaziból játszanak, és nem úgy, hogy jó ez falunak. Hát nekem a kis Ramona, a barátok közből, de ez meg nem lehet, bármelyik, bárki. Úgyhogy, és ez nagy érték, Derecskének nem szabad kritizálni, hogy nincs itt semmi. Tessék eljönni és megnézni. Nagyon örültem, nagyon-nagyon. Azt mondják, hogy a fiatalokat nem jönnek be a kultúrára, a színházba jöttök, te? Így van. Parancsra vagy magad? Hát magamtól. A vígjáték az érdekel. Egyébként szoktál itt elhívni ezekre a színházba? Hát már egyszer voltam. Egyszer? Igen. Hát, nem. Külföldi. Jason Statham. Köszönöm, jó szükségemben. Legyek. Van, de itt találkozunk, meg majd a disznótorba is. Mi a véleményedről, hogy Dereskén is lehet színházban járni? Hát nagyon örülünk neki. Jövünk mindig, ha csak tehetjük. Van olyan színész, aki miatt ma este különösen mondok? Nincs különösebben kedvenc, mindig eljövünk, megnézzük. Örülünk neki, köszönjük! Deresk és Színházi Esték ma esti előadásán.
Balázsra azt mutatják meg, hogy milyen is, amikor estére szabad a kezdő. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek, és szeretnénk fölhívni a figyelmüket, hogy február 26-án 19 órakor a Botrány az Operában című előadást tekinthetik meg. Elnézést, hogy ezt már ilyen hamar bejelentjük, de a jegyek rohamosan fognak. Ezért, aki nem szeretne lemaradni, minél hamarabb vásárolja meg a jegyét. Telefonjaiknak kellemes kikapcsolódást kívánunk, önöknek pedig szép estét! Kávé? Jó vicc. Tudja, hogy mire lenne szükség? Egy döntésre. Szia, Filip! Mikor jössz el? Tudod a banket? Mondd meg Harrynek, hogy nem jössz el. Függöny. Ja, és itt van Mr. Sparrow, épp a dolgozó szobánál tart. Mit szólnál egy pávakék függönyhöz? Szárított paradicsom széktámla. Szárított paradicsom széktámla? Az. Igen. Ne. Jó. Szia! Kíváncsi vagyok. Nem biztatom el itt. Persze. Én nem fognak eltemetni. Ennyi idő alatt a Buckingham palotát befele. Mozaika! Tudom, tudom, a férjem igényei. Igényei? Ne is haragudjon, de a férje igényeiről. Mindent elmondanak a gyerekkönyvek, amiket kiadnak. Talán egy cseppet konzervatív ízlése. Ah, persze. Drogfa, mahagóni bútor, hajópadló, mint Sherlock Holmes első albumát előtt. Jaj, ne mondja, sokszor engedett már. Kedves. 3 hét, mire rábeszéltem az orkideás idénre. Teszem hozzá, hogyha visszamárnám, rám akarja bízni a lenti irodát is. Én benyújtok neki 5 fehér függönyt, meg egy barkács készletet. Túl reagálja. Szilvi! Ja, Bitte! Legyen olyan kedves, és hozzam Mr. Spellónak egy kávét. Ja, még egy kávé, és az aranyerem főszáll az agyamba. Any kávé? Minimális. Nekem pedig egy Jim Martinit, maximálisan. Ja. Elisztő, ne vágjon már ilyen mátiracot. Tetszek bevásárolni. Igen, vettem 2 új ruhát, nem tudtam dönteni. Pont húzni, melyiket fogja? Azt hiszem, hogy... a tavalyi feketét. Cuki Tim Café, Mr. Spellow. Mellé. Oh. Olyan szexi van, hogy meg kell dörgö lenni. Ja, kicsit türelmes legyél. Mi csodi? Hetek óta vagyok türelmes. Van este elmennek, egész lakás miénk. Ez zseniális. Ennek minek tanítottam meg te? Gut, alá nyúltam. Csoda, gut. A gymnasztikai kész van? Bocsánat, kis akadék. Hagyja majd én, Mr. Spellow kávéja fog. Ja. Tudja, hogy hogy szeretem. Még ráj, Mr. Spellow! Igen? Kinyitni, Mrs. Markham! Majd ezt hallja? Elementális! Azt hiszem, a harmadik tétel kicsit túlbúrják. Puszi, hát puszi! Linda! Katasztrofa! Valami baj van? Katasztrofa kész! Jó estét, Mrs. Lodge! Mr. Spellow, ha megengedi. Igen, persze, de hogy tetszik? Mi? A csengő. Milyen csengő? Hogy milyen csengő? Hogy milyen csengő? Na, puszika? Ezek a művészek. No, csánál édesem, a fiú még az irodában. Gondolom, Filip mindjárt jön, megyünk a könyvkírói bankedre agyalá. Vassz, szegénykém, akkor biztosan Harryt is felrángatja isznak egyet. Nem hívott fel telefonon? Na jó, hogy mondd már, hív a vásár. Világválság.
Új a karambol? Karambol is persze, de nem az a lényeg. Meddig maradnak? Ó, szia, Harry! De nem mondom, itt vagyok. Mi? Csak hogy meddig maradnak? Igen, itt vagyok. Te, Harry, ti mikor jöttél? Hogy mit fejezd be? Oh. Mesélkorrektúrás, Gingis a kánya. Szuper! Nem, fejezze csak, hogy nyugodtam. Te, Harry, ez az, amelyikben Gingis a kánya vele zugrulsz az utcába? Na, és mi lesz a vége? Ó, de fár. Jó, nem hiszem, hogy a három évesek problémáznának a vegyes házasságon. Na, buzi, Zsiárgyi, buzi, buzi, buzi! Na, ülj le! De be ne pánikolj! Na. No, arról van szó, csak hogy add kölcsön a lakást. Mi? Csak ma estére. Harryvel? Nem, hanem Tristannak. Tristan, már annyit beszéltem meg. Tényleg? Tristan Fangirl. Akivel jársz az egyik tanfolyamra. Az, az az édes goblány újra kezdve. Na, engem hagyj ki. De miért? 14 évig nem csaltam meg a férjemet, és mit értem el? Nem tettek róla, ha kiszerettél. De nem! Imádom. De tudod, hogy mennyire imádom. Imádom a titkárnőit is, imádom a képírónőit és a kortársait külön. Én még a golfklubjának is a tagja lettem. Ne csinálj nekem lelkifoltalást! Jim Martinit kérsz? Nem szabad! De kérsz? Persze. Mi van, Harry rájuk? Harry, hol ér rá arra? Alig győzi maga után eltüntetni a nyomokat. Ődösre! A könyvkiadás írtózatos egy meló. Megint az éjszakába bele egy ügyféllel. Drágám, ami Harryről pletykálnak annak a fele? Igaz. Több elégedett ügyfele lehet, mint egy nyugdíjpénztárnak. Attól még nem kéne Tristannak kavart. Még nem is kavartunk, hát ezért kérem kölcsön a lakást. Egy pillanat, hölgyeim. Egy pillanat. Ki ül a cipcak ollóban? Hát én nem is van. Megvan. Mr. Spello, ha megengedi, ez nem olyan női terepede. Akkor csak szóljanak, ha beizzik. Na, buszi. Na, szóval kölcsönadom. Nem tudom, de azért ez egy kicsit erős, nem? De miért? Filippel mentek a fénykiadói bankettre, Szilvinek kimenője van. Filippnek például mit mond? Semmit a világon, drága, mire hazajött, hogy nyomasan lesz, hogy itt. Tudod, Linda, én soha nem kevernélek bele a pasügyeimnek. Na, tudom, hogy van. Nincs is. Filippel mi nem lennék bele ilyen viszonyban. Hát ahogy Filippet elnézem, nem az a kimondott kaszanova, ugyebár. De igenis az. Ha van rá ide. Harry ő más, lunkol az éjszakában. Filipp viszont fél éjszakán keresztül gyerekkönyveket olvas a paplanamat. Az jó. Gingis a kány. Most mondd meg őszintén, hogy lehet azon felizgulni? Sokáig jó. Kielégítő volt. Abszolút normális, egy kicsit kiered. Hát ha kiered, de ha kipukkad... Na jó, elég legyen, és különben is rólad van. Ja, igen. Na, szóval azt szerettük volna, hogy az első éjszakákat az Tristannál. És. Ezt kaptam ma délután. Tristannak ugyanis van egy anyja. Nem mondod? De! És megbeszéltük, hogy a mama párnak elutazom, csak nem jött össze. Tristan teljesen magánkívül van. Nézd. Imádott egyetlen csillagvirág. Viszonylag jól belő engem. Még megkiáltó dolog történt, anyuka sajnos elkapott valamit. Soha nem felejtem a lázas izgalmat, amikor vakverő ostromom előtt végre kapitulál a kávézó teraszán, azon az állap szép délutánon. Második oldal. Szinte elájultam a gyönyörűségtől. Leírhatatlan pillanat volt a tökély maga. Tudom, milyen nehéz elszökni a férjed elől, de kérlek, kérlek, keresd valami lehetőséget. Fenomenális ötlet, hogy kipróbáljuk. Igen? Harmadik oldal. Azt a baráti lakást. Millió szerelmes csók Tristan. Na, Linda, azért a barátságnak is van határa. Na, de hát miért? Itt leszünk mondjuk 10:30-11. Mi az a 22 óra? Kurda, légy szíves. Na jó, nekem készülődnöm kell. És különben is. Miért nem mehetek inkább egy szállodába? Nem lehet. Túl rizikos, akárkivel összefüggnek. És különben is. Miért nem mentek inkább egy szállodába? Nem lehet. Túl rizikos, akárkivel összefüggnek.
Különben is muszáj, hogy az otthonos érzésre meglegyen. Igen, de az én otthonomban! Nagyon jó otthon, ez mi bajod van benne? Nem, már nem! Nézd meg! Mit csinált nekem ez az elmebeteg dekoratőr? Mit állított ide be? Egy kandellát? Kandellába! Legközelebb milyen busz megálló? A buszágállat is tervezett! És nézd meg ezt a tojás alkulát! Csodálatos tojását! De az ágyúj eszedbe! Mikor is akartok lelépni a kecót? Hát pont erről akartam beszélni! Néha az az érzésem támad, azért dugtál ide engem abba a lyukba, hogy majd jól jöjjek a kétes üzemeidhez! Most székeld el magad! Azért akartam, hogy itt lakj, az iroda fölött, hogy akármikor dolgozhass, amikor csak akarsz, hogy olvasgathass! Szégyed magad, milyen barát vagy te? Hogy nem csavarodsz be ennyi nőtől? Nem tudom. Írom a strapát, pedig meg volt 500, 500, 600. Igazából anyám számolja szerintem 700-200. Aki gyerekkörvekkel foglalkozik, annak nem is illik különben. Ugyan már, szegény temetkezési vállalkozó, nem kezdett ki élő bőben. Évek óta nem adtunk ki egy komolyabb sikert. Áll! Kiengedte ki a kezéből a gyűzüges orozatot. Annyira tudtam, hogy a nyűzőgével jön! Kibontos, hogy reménytelen a nyápic kisfiúcska, Antonnásnál van a helyén. Nem erről van szó, hanem... Kielégületlen vagy érzelmileg? Mondod ezt neki a szexuális, mint a holleagyó. Az a popa, amivel csalod a feleséged? Igen, igen. A feleségednek hálás is lehet neked. Hát a csajoktól teljesen fel vagyok turbózva. Hát tegnap este beesett egy ikerpár. Most csak rájuk gondolod, figyelj. Pillanat. Fúj! Mit fúj? Már kész vagyok, gyere! Kaverod vagy. Nem gyanús, hogy minden éjjel kimaradsz? Jaj, bűle, tanítva. Üzleti vacsora, minden este a szerzőkkel. És ma este ki a szerző? Egy nyugdíjas tanár Doverből. És mit írt a mester? Egy kalandvágyú teknős, mint a hányattatással. Atyan, úristen! Mit jöttem, hazudszak a kövéletnél? És gondolom, a kalandvágyú mester egy szőke, kismerű, szemüveges musical színész. Kismerű? Sose láttam. Mi áll? Ne, telefonon beszéltünk. Telefonos banki ügyfélszolgálat. Nem létezik? Ja, bizony, hogy létezik. Dumcsi, Dumcsi, megbeszéltük ezt a randit. Akkor hogy lehet, hogy velem csak az automata beszél? Ennek a papírnek a papír. Bele húgja a fülembe. Kívánja, hogy számba vegyem a rendelkezésre álló tőkét. Fúúúú! Én voltam, ő voltam. Akkor is jobb lett volna, ha egy számolába léte. Várjál, új trükkjeim vannak. Figyelj, tabletta. Nem a készidő. Valami rózsaszín. Azt mondja, egy tabletta egy óra, két tabletta két óra. Nem ismerem a csajt, ő 77 darabosat vett. Ezt tudom, szerinted ez mi? Nem tudom, szemüve. Ez? Nem úgy adták el, hogy női kutyi. Azt mondták, hogy ehető. Várja, most ne nézz ide. Ez a legnagyobb tükmára. Azt mondják, imádják a fiatalok. Nem tudom, hogy működik. Na most készhetsz? Várjál, legdöltünk ott van benne, megfitesek, ilyen. Van-e? De. Jépít. Ha bekukkantanak, Mrs. Markannak már mondtam, hogy van szárított paradicsom, húzott! Ahogy jól esik! Maga szobája főnök úr, a maga ízlése domináljon! De nem dominál! Nem dominál! Állj! Állj! Mit csinál? Megfogtad, nem tettek meg!